Kedves elnök úr, tisztelt kamera, illetve a kamerának köszönhetően mindazok, akik majd ezt az előadást megnézik. Örülök, hogy végül is sor kerülhet a székfoglaló előadás megtartására, amit eredetileg március 26-ára terveztem. A sors hozta, hogy el kellett halasztani ezt az előadást, és most október 26-án tartom meg, ugyanezzel a címmel az előadásomat, mert úgy érzem, hogy az elmúlt 7 hónap az aktualitásából semmit nem veszített a témának. Mivel is indokolnám a témaválasztásomat, azon túl, hogy 4 évtizedes munkásságom lényegében az önkormányzatisághoz, a területi kormányzáshoz kötődik, az az, hogy ebben az évben ünnepeljük a magyar önkormányzatiság 30. évfordulóját, hiszen 1990. augusztusában fogadták el az önkormányzati törvényt, és 2000-ben pedig szeptember 30-át, az első szabad önkormányzati választás napját, az önkormányzatok napjává nyilvánította az országgyűlés. Ez az évforduló az, amelyik végül is apropót ad 4 évtizedes munkásságomnak az áttekintésére, de szeretnék mindenképpen megemlékezni azokról a szakemberekről, kollégákról, akik az önkormányzati kutatásokban az elmúlt évtizedekben részt vettek. Nyilvánvaló, hogy a 30-as évforduló az apropó a jelenlegi helyzet értékelésére is, amely nagyon sokfajta szempontból elemezhető. Én elsősorban a centralizáció, decentralizáció és a hatalompolitikai összefüggésekre fogok koncentrálni ebben az előadásomban. De apropó, ez a téma azt gondolom a társadalomtudományok és a közpolitikai gyakorlat viszonyának a bemutatására is, hiszen egy olyan kutatóintézetben dolgoztam, amelyik évtizedeken keresztül segítette és részt vett a területi kormányzásra, illetve a fejlesztéspolitikára vonatkozó kormányzati dokumentumok, törvények, koncepciók, tervek megalkotásában, és éppen ezért közelről figyelhettem, hogy hogyan működik a politika és a tudomány egymással, mennyire tudja a tudomány a közpolitikai döntéseket segíteni, és én azt gondolom, hogy ebben is az elmúlt 30 évben nagyon jelentős változások következtek be. Mindezeknek az eseményeknek miután részese voltam, ezért úgy gondolom, vagy remélem, hogy autentikus lehetek a véleményformálásban. A székfoglaló előadásom műfaja, mint ahogy a témaválasztás lényegében már meghatározta, nem teljesen tudományos, ha úgy tetszik. Tehát nem csupán konkrét egyéni kutatási eredményeket fogok bemutatni, és nem is egy hagyományos tudományos elemzést végeznék el, hanem 3 évtized történetét mutatom be, egyrészt az önkormányzati rendszer, fejlesztéspolitika, másrészt pedig a tudománypolitika oldaláról. Éppen azért, mert hiszen, mint említettem, ez egy speciális korszak, mind közpolitikai, mind tudománypolitikai szempontból, és nagyon kézenfekvő illusztráció lesz majd az előadásomban, hogy az a munkahely, az a kutatóintézet, amelyikben 4 évtizede dolgozom, milyen változásokon ment keresztül, és lényegében a jelenlegi pozíciója sok tekintetben összefügg azzal, ami a magyarországi önkormányzatokkal történt az utóbbi időszakban. Hát a technikai körülmények azok valószínű, hogy nem fogják az előadás vagy az előadó meggyőző erejét növelni. Ezt nagyon sajnálom, de úgy gondolom, hogy vitára azért számtalan módon van még lehetőség, és én nagyon remélem, hogy majd a járvány lejártával vagy zárultával még akár kocintunk is a megválasztásomnak az örömére. Még egy technikai megjegyzés, mielőtt a lényegre rátérnék, hogy a diáimon a kék kiemelések utalnak a tudományos, ha úgy tetszik, egy kicsit a semleges, a rideg, kék utal majd a tudományos összefüggésekre, míg pirossal emeltem ki azokat a dimenziókat, amelyeknek sokkal inkább közpolitikai, politikai meghatározottsága van. Belevágnék ennek a történetnek a kezdeteibe, ami azért érdekes, mert a
önkormányzatiság kezdetei Magyarországon visszamennek a rendszerváltás előtti időszakra, tehát nem mondhatjuk azt, hogy teljes egészében zöldmezős beruházás volt az önkormányzati rendszer megteremtése 1990-ben. Jó magam is részese lehettem azoknak a kutató munkáknak, kutatásoknak, amelyek a helyi társadalom ébredését konstatálták, és részben lényegében jelezték is azt, hogy a helyi társadalom szintjén igény van a helyi autonómiára, az önkormányzati típusú kormányzásra, még akkor, amikor a hatalom szerkezete ezt elvileg egyáltalán nem tette lehetővé. Pál Lászlónak, Bőmantalnak a nevét szeretném megjegyezni, akik a helyi társadalom kutató csoportot nem máshol, mint az MSZMPKB Társadalomtudományi Kutatóintézetében vezettek. Ezt vezették, ez csak arra azért fontos kiemelni, hogy ez a műhely legalábbis ezeken a területeken autonóm módon tudta összefogni a kutatókat, és részt vettem azokon a vitákon, amelyek zajlottak ebben a témakörben, és kifejezetten üdítő és őszinte viták voltak ezek. Nagyon érdekes, hogy lényegében a mi önkormányzati törvényünk, amit 1990-ben elfogadtunk, az már a rendszerváltás előtt elkészült, vagy legalábbis az előkészítése elindult. Itt pedig Verebély Imre nevét szeretném kiemelni, aki akkor miniszter helyettesként készítette elő, vezette azt a csoportot, amelyik az új önkormányzati törvény, még a tanácstörvényi keretek között megalkotta. Ezek a viták is rendkívül tanulságosak voltak a számomra. Annak ellenére, hogy akkor még ez az előkészítő csapat igazán nem lehetett abban biztos, hogy az az idea, amit ez a törvénytervezet tartalmazott, az valóban meg is valósulhat. Ami a szakmai karrierem kezdeteit illeti, ez jó egy évtizeddel előbb kezdődött, mint az önkormányzatiság Magyarországon. A Pécsi Tudományegyetemen jogászként végeztem, és szakdolgozatom is már helyi politikával foglalkozott. Lényegében a tanácstagok tevékenységét igyekeztem a szakdolgozatomban empirikus módszerekkel is bemutatni. 1978-ban Bihari Otto akadémikusnak köszönhetően kerültem a Dunántúli Tudományos Intézetbe. Bihari Otto jogász professzor, aki szintén a hatalom megosztásával, térbeli megosztásával is foglalkozott, és miután a mi intézetünk eleve egy területi kutatóintézet volt, ezért azért lehetőségünk volt arra, hogy már akkor tájt jogászként az intézményekkel, a területi döntéshozással foglalkozzunk. Én két településen folytattam empirikus kutatásokat, amelyeket aztán 1988-ban a kandidátusi értekezésemben foglaltam össze, és szereztem meg első között Magyarországon politikatudományi fokozatot. 1990-ben pedig megjelent első monográfiam, amelyiknek a címe Helyi politika volt, ami már akkor üzente, hogy lényegében van a politika világának egy olyan szférája, amelyik számít, amelyik rendkívül fontos, és amelyik egyáltalán nem volt az érdeklődés középpontjában annak idején. Az önkormányzati rendszer 1990-ben született, mint ahogy említettem, nagyon forró nyáron fogadta el a parlament, és szerencsém volt, hogy én részt vehettem ezeken a vitákon, követhettem a pártok és szakértők véleményét, egymással való alkudozását abban, hogy milyen önkormányzati modellt teremtsen meg az új jogalkotó. Ami egyértelmű volt, hogy a legfontosabb politikai szándék az volt, hogy gyökeresen kell szakítani a múlttal, tehát abban a tanácsrendszerrel, amelyik a hatalom egységére épült, amelyik egy centralizált kormányzási rendszernek a részeként egyáltalán nem rendelkezhetett tényleges autonómiával. Ez a politikai cél, vagy ha úgy tetszik szakmai cél, ez abszolút méltányolható volt, és senki által nem is vitatott. Azt kell mondjam, hogy eleinte, míg a törvény készült, még a szakpolitikai racionalitás jegyeit is fel lehetett fedezni, egyrészt magában a törvénytervezetben, másrészt pedig
a viták során voltak olyanok, akik érveltek a tanácsrendszerből átlépő önkormányzati rendszernek hasonló funkcióira, tehát arra, hogy a településeket üzemeltetni kell, a közszolgáltatásokat meg kell szervezni, az önkormányzás nem pusztán egy politikai mező és új platform vagy játéktér, hanem egy nagyon-nagyon fontos kormányzási tevékenység, amelyen az emberek életminősége, elégedettsége múlik. Ez a szakmai racionalitás azonban elhalványult azokkal a szempontokkal szemben, amelyeket az akkori törvényhozó sokkal inkább követett, így a történelmi előzmények, tehát nem véletlenül került bele a törvénybe, annak preambulumába, hogy követve az önkormányzatiság haladó hagyományait, utal ez a preambulum arra, hogy Magyarországon voltak valamikor önkormányzatok. Vitatkoznék ezzel, hogy igazán valóban rendelkeztünk-e mi tradíciókkal a tekintetben, hogy hogyan kell önkormányzatni, azaz autonóm módon egy települést, térséget működtetni. Másrészt pedig a nyugat-európai minták voltak elsődlegesek, már ekkor elindult az a közpolitikai modell, amelynek a lényege az, hogy mintát kerestünk, mintát akartunk követni, nem igazán voltunk arra felkészülve, hogy a magyar akkori gazdasági, szociológiai, kulturális sajátosságoknak megfelelő, arval adekvát modell tudjunk leírni. A parlamenti elfogadás idején pedig már szinte kizárólag az absztrakt politikai értékek domináltak, sok tekintetben viszont pártpolitikai, sőt személyes érdekek is megjelentek a szövegek megfogalmazásánál, amit hát tetten lehetett érni, mert részt vettem a parlamenti bizottsági üléseken, majd egy későbbi kutatásban a plenáris ülések jegyzőkönyveit is elemeztük ilyen szempontból. Tehát azt mondhatjuk, hogy a szabadság, az autonómia talán a leggyakrabban használt kifejezések voltak az önkormányzati törvény vitája során, amiből látszik, hogy alapvetően politikai értékek vezették a törvényhozót a törvény megfogalmazása során. És aztán megszületett az önkormányzati törvény, amit én egy hibrid modellnek neveztem el, mégpedig azért, mert egyértelmű az akkori 90-ben elfogadott szöveget elemezve, hogy a közjogi szabadság és az egzisztenciális függőségnek egyfajta sajátos keveréke jött létre ebben a törvényben, és ezzel kódolva volt, hogy az önkormányzati törvény nem fogja tudni megtartani azt a magas politikai pozícióját, mint amit 90-ben élvezett. Tény, hogy a magyar önkormányzati törvény az egyik legliberálisabb filozófiájú dokumentum volt a rendszerváltás idején. Az Európai Önkormányzati Karta szövegére, rendelkezéseire támaszkodott a magyar önkormányzati törvény. A tekintetben viszont francia mintát követett a törvény, hogy az egy politikai alapérték volt, hogy minden helyi közösségnek joga van az önkormányzáshoz, aminek aztán a későbbiekben nagyon súlyos szerkezeti, hatékonysági következményei lettek, de tény, hogy 1990-ben ezt a történelmi elégtételt a korábban mindig integrált, soha nem önálló vidéki térségek, kisfalvak irányában meg kellett tenni. Az a német és osztrák szabályozásból következett, hogy az volt a vélemény, hogy az önkormányzatok az elsődleges gyakorlója a helyi közügyeknek, és csak kivételesen vehet részt állami, tehát az önkormányzatoktól külön állami alárendeltségben működő szereplő a helyi közügyek megszervezésében. Ez a fajta modell azért volt rendkívül fontos, mert az önkormányzatoknak nem kellett arra
nem kellett ellenőriznie, hogy egy adott kérdésben a helyi közösség igényeire válaszolni akart, vajon van-e jogi hatásköri felhatalmazása, hiszen gyakorlatilag mindent megtehetett, ami nem ütközött más szervezet hatáskörébe. Tehát ez egy nagyon erős közjogi felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, egyben lehetőséget is arra, hogy valóban figyeljen a helyi társadalom igényeire. Ezt a törvényt az úgynevezett bottom-up logika jellemezte, tehát, és a szubszidiaritás elve, amit annak idején nagyon gyakran hangsúlyoztunk, tehát, hogy a döntéshozást oda kell telepíteni, a hatalmat ott kell gyakorolni, ahol valóban megrendelkezésre állnak az információk, ahol a helyi közösség belelát a döntésekbe, mi több részt vesz benne, ezért aztán a kisközségek, a kistelepülések kerültek az érdeklődés központjába, és azt feltételeztük, hogy a közjogi szabadságra való felhatalmazás, a közjogi szabadság önmagában elég lesz arra, hogy képesek is legyenek a helyi ügyeket menedzselni. Ebből a bottom-up logikából következett, hogy zsigeri ellenszenv és bizalmatlanság irányult meg a középszinttel, a megyékkel szemben, amelyek valóban 1990 előtt a központi hatalom meghosszabbított karjaként lényegében végrehajtották a központi akaratot, elosztották a központból allokált forrásokat a települések között, éppen ezért nyilvánvaló, hogy nem igazán voltak népszerűek a kis települések körében, amelyek egyébként sem voltak kedvezményezettjei a központi újraelosztásnak. A következő sajátossága ennek a modellnek a fragmentálódás volt. Egyrészt, hogy a nagyobb városok elszigetelődtek a környéküktől. Ez egy nagyon szerencsétlen jogi szabályozás lett, amit azóta sem oldottunk meg. Azért gond, mert egy szétesett, fragmentált, kis településekre szétbontott közjogi rendszerben nagyon fontosak az integrációs pontok, és lehettek volna ezek a városok is, ha valóban olyan szabályozást vezetünk be, amelyikben a nagyváros érdekelt is, és eszközökkel is rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a környékét ellássa. És hát, amint mondtam, ugye egy rurális szétesés következett be az önkormányzati modell bevezetésével, minden község önállósághoz jutott, azt nem számítva, vagy nem véve figyelembe, hogy erre a képesség sok tekintetben hiányzott. Az egész önkormányzati rendszerben és annak formálásában a közjogászok szerepeltek igazán erős dominanciával. Éppen ezért a közjogi autonómia, a helyi szabályozás, az intézmények voltak igazán fontosak. Csak hogy egy nevet említsek újra az önkormányzatokkal foglalkozó közjogászok közül, Kis László volt alkotmánybíró, munkásságának jó részét a helyi önkormányzati rendeletek elemzésével töltötte, és hát mutatta ki azt, hogy a helyi jogalkotásnak milyen anomáliái vannak akkor, amikor hiányzik a hozzátartozó tudás, amikor hiányzik a tényleges felhatalmazás is, hogy valóban a központi jogszabályoktól független, de helyben releváns döntéshozás zajlódjék. Ami viszont a legfontosabb és leginkább az egzisztenciális függőség szempontjából már az első perctől kezdve az önkormányzati törvény hibája volt, az, hogy nem rendeltek az önkormányzati önállósághoz pénzügyi garanciákat. A törvényben ugyan szerepelt, az önkormányzati törvényben szerepelt egy passzus, ami szerint önkormányzati feladatot csak úgy lehet az önkormányzatokra testálni, ha egyben rendelkezik a törvényhozó annak pénzügyi fedezetéről, de hát ez egy nagyon gumi szabály volt, amit egy idő után már még formailag sem nagyon tartottak be, és hát ebből következett az, hogy kialakult egy úgy szokás mondani széles felelősségű nagyhatalmi önkormányzati rendszer, amelyik viszont ehhez a típusú felhatalmazásokhoz szükséges forrásokkal nem rendelkezett, ezért egzisztenciálisan, folyamatosan függött a központi forráselosztástól. Amikor az önkormányzati rendszert beüzemelték, és még lényegében az első évtized, az úgy telt el, hogy az önkormányzati rendszer egyik sikersztoria a rendszerváltásnak. Egyrészt nyilvánvaló, hogy a helyi választások valami fajta revelációt jelentettek, hiszen több mint 1000
több 1300 településen akkor választottak újra polgármester, tehát helyi vezetőt és képviselőtestületet, ami valóban egy politikai értelemben rendkívül fontos lépés volt, de hát tény, hogy a demokrácia, a választások, a helyi testületek létrejötte, sok-sok illúzióval kapcsolódott össze, amely után bizony hamar bekövetkeztek a csalódások is. Az tény, hogy a elaprózott helyi kormányzásnak eleinte előnyös következményei voltak a kisközségek számára, hiszen a törvényhozó vagy a kormányzat nyomás alá került, hogy bizonyítsa, hogy a közjogi autonómia és az önkormányzatiság maga valóban a fejlődésnek vagy az elmozdulásnak egyfajta garanciája, ezért előnyt élveztek a kisfalvak a forráselosztásban. A 90-es évtizedben ekkor nyíltak újra az iskolák, ugye víztornyok épültek a falvak határában, jelentős infrastruktúrális beruházásokat hajtottak végre. Ennek ellenére nagyon hamar jelentkeztek a gondok a szerkezeti problémákból. Nyilvánvaló, hogy a közgazdászok már megmondták eleve, hogy az elaprózott közszolgáltatási rendszer, amelyik nélkülözi a optimális léptéket és méretet, az biztos, hogy drága lesz, tehát magasak lettek a működési költségek, a kapacitások sok tekintetben kihasználatlanok voltak, amiből egyértelműen következett a közszolgáltatások minőségének a romlása, és tény az is, hogy az egész rendszer egy ilyen autark típusú településgazdálkodásra ösztönzött, tehát a települések maguknak akartak, nem gondolták térben végig a fejlesztési döntéseiket, és ez bizony a forráselosztás során a központi döntéshozó sem gondolta végig, tehát ilyen értelemben, ha úgy tetszik, még támogatta is ezt a szétaprózódást. Ebben az időszakban indultak a kutatások a Magyar Tudományos Akadémia keretében működő regionális kutatások központjában, amelyik ugye regionális kutatásokkal foglalkozott, és elsősorban az Európai Uniós kohéziós politika elveit, intézményeit házhoz szállítottuk, abban az értelemben, hogy rendkívül sok munka, monográfia, könyv jelent meg az ügyben, hogy milyen az európai kohéziós politika, hogyan tud az ország erre felkészülni, ebben milyen szerepe lesz majd a területi önkormányzatoknak, tehát az intézményeknek. Egy kezdetektől fogva jeleztük, hogy hiányoznak a rendszerből a területi integrációs pontok, településekre szétesett rendszer nem lesz képes az európai kohéziós forrásokat jól felhasználni. Elsők között a megyék szövetsége bízta meg például az intézetet azzal, hogy a megyék problémáját és a középszint problémáját lényegében a politikai és szakmai viták napirendjére tűzze. Iváncsics Imre sajnos már meghalt legendás professzora volt a Pécsi Jogi Karnak, adta a címet annak a konferencia sorozatnak, amelyik a megyékkel foglalkozott, tette fel a kérdést, hogy Európában megye a megye, és hát tény, hogy akkor tájt szembesült azzal a szakma is, meg a politikusok is, hogy szükség van középszintre, a megyéket nem lehet kiiktatni, vagy legalábbis egy középszintű kormányzatot muszáj működtetni ahhoz, hogy a hatékonyság szempontjai és az Európai Uniós kohéziós politika követelményei érvényesülhessenek. Ilyen szellemben indult el az önkormányzati törvény első nagyobb módosítása 1994-ben, amelyik totális kudarc volt lényegében, és azt kell mondjam, hogy elsősorban a városok ellenállása volt az, amelyik igazán magyarázta azt, hogy a megyék megerősítésére nem került sor. Másrészt már akkor azért érzékelni lehetett, hogy a törvényhozó politikai elit bizalmatlansága középszintű kormányzatokkal szemben nem szűnt meg, és nem akart maga mellé vagy magával szemben egy ellenpólust kiépíteni. Ennek ellenére nagy volt a csábítás, ugye az uniós kohéziós politika, ezért elsők között fogadta el Magyarország azt a területfejlesztési törvényt a mi intézetünk előkészítése alapján, amiben Horváth Gyulának, illetve Faragó László kollégámnak volt igen fontos szerepe. Készült el az a törvénytervezet, amelyik már
a decentralizációt, a regionalizmust próbálta a törvényhozásban is a törvények rangjára emelni, és nem helyi szinten, hanem a középszintű kormányzatok szerepét hangsúlyozta. Ekkor kezdődik meg az a megye vagy régió vita, amelyik egy ilyen másfél évtizedes intermezzó volt a magyar közigazgatás vagy regionális tudomány életében. Hát lényegében a vitát a politika zárta le meglehetősen drasztikus válaszokkal, mint ahogy erre visszatérek. Éppen a hazai regionalizáció az, amelyik ezt a közpolitikai kudarcot, ami a területi kormányzás tekintetében Magyarországon bekövetkezett, jól illusztrálja. Ugyanis rá kell, hogy jöjjünk, különösen persze így most már évtizedek távlatából, hogy egy szolgai mintakövetés zajlott, vagy ha úgy tetszik, egy járadékvadászat. Felismerte a kormány, hogy alkalmazkodni kell a kohéziós elvekhez, létre kell hozni valami fajta régiókat ahhoz, hogy forrásokhoz jussunk, de igazán nem akarta megtanulni a lényegét az uniós regionális politikának, és a múlt öröksége is állandóan visszaköszön, amelyik tulajdonképpen nem tudott megbirkózni a regionális kihívással, tehát azzal, hogy a megyéknél nagyobb területi egységeket kellene létrehozni Magyarországon. Ezt a régió-megye vitát Hajdú Zoltán kollégám térképrajzolgatásnak hívta némi cinizmussal, ami annyiban teljesen jogos volt, hogy természetesen a térkép az nagyon sokfajta változatot elbír, főleg akkor, ha hiányzik igazán a regionális identitás, már pedig Magyarországon ez gyakorlatilag nem létezett, ezért aztán, amikor 1998-ban szintén az intézetünk előkészítése alapján elfogadták az országos területfejlesztési koncepciót, és abban intézményesítették, felsorolták azt a 7 NUTS-2-es régiót, amelyek végül is kedvezményezettjei lesznek a csatlakozás után a kohéziós forrásoknak, akkor tudtuk, hogy ez a rendszer egyelőre mesterséges. Úgy hívnám, hogy ez hogy az okos katicának a mintha régiói voltak, amiben inkább szita volt, mint galamb, tehát nem volt igazán tartalma, hanem olyan kereteket, földrajzi kereteket és intézményeket hoztunk létre, amely a források abszorbálására alkalmas. Ágatilla volt annak a programnak a vezetője, amelyik ugye egy IDEA elnevezést kapott, némileg már megelőlegezve ennek a programnak a realitását, hogy ezekből a mesterséges régiókból mégis politikai régiókat kellene csinálni, tehát nem a megyéket kell visszaerősíteni, hanem a 7 NUTS-2-es régióból kell erős középszintű kormányzatokat létrehozni Magyarországon. Ahogy ezt megjósolta a program elnevezése, ez IDEA maradt, tehát a 2002-es és 2006-os kormányprogramok ugyan ígérték a regionális reformok végrehajtását, de ez elmaradt, és azt kell mondjam, hogy nagy valószínűséggel nem is nagyon akarta a kormány, illetve az akkori törvényhozó sem azt, hogy erős politikai régiók jöjjenek létre Magyarországon. Ami talán siker, hogy legalább a kistelepüléseket átmenetileg sikerült az úgynevezett kistérségi társulásokba összeterelgetni, de utólag, miután már azok is szétestek, már azt kell mondjam, hogy az is csak a mézes madzagnak, a plusz támogatási rendszernek volt köszönhető. Eközben azért a regionális tudomány az izmosodott, a mi intézetünk is növekedett, volt olyan időszak, amikor 9 telephelyen rendelkeztünk, voltak magányos politikatudományi kalandok is, amelyek a helyi politikával, a regionális politikával foglalkoztak, illetve közpolitika elemzési szánypróbálgatások. Ezeket a kifejezéseket azért használom, mert hogy a politikatudományban nem túl népszerű ez a téma, nagyon kevesen művelik a magyar politológusok között a helyi vagy a regionális politika összefüggéseit, holott hát erre rendkívül nagy szükség lenne, mint ahogy azért a közpolitika tudománya vagy a közpolitika elemzés sem erősödött meg Magyarországon, elsősorban azért, mert nincs rá kormányzati igény, másodszorban pedig azért, mert éppen ezért nem is jöttek létre olyan műhelyek és olyan információs rendszerek, amelyeknek a segítségével mondjuk az önkormányzati rendszer hatékonyságát valóban számokkal, evidenciákkal,
letisztult módszerrel elemezni lehetett volna. Itt ezen a szlájdon sorolok olyan munkákat, amiket jó magam írtam. Regionális politika és közigazgatás címmel készült el a doktori értekezésem, aztán a helyi kormányzás Magyarországon címmel készítettem azt a mérleget 2008-ban, amelyik már hát meglehetősen pesszimista volt, majdnem két évtized távlatából. Aztán a Pécsi Tudományegyetem politikatudományi tanszékén kollégáimmal kutattuk a politika új színterét, a régiót, és jöttünk rá, hogy ez a színtér bizony egyelőre meglehetősen gyenge. Hozzátenném, hogy még Kákai László, ennek a tanszéknek a vezetője, az, aki a regionális, illetve helyi politikai kutatásokban hát nagyon sok eredményt felmutatott. Ami az önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások közpolitikai elemzését illeti, voltak ilyen próbálkozások, mindenképpen szeretném Horváth M. Tamás, Somjó Diné, Kovács Katalin, Mezei Cecília, Hoffmann is van nevét emlegetni, akik viszonylag kicsi ez a szakma, akik a közszolgáltatások, az önkormányzati közszolgáltatások problémáit próbálták elemezni, és hát ugye a mi műhelyünk volt az, amelyik a társadalmi területi különbségek, illetve a regionális versenyképesség intézményi feltételei tekintetében is nagyon sokat alkotott. Eljutottam a centralizációs fordulathoz 2010-ig, úgy nagyjából az előadási keretnek éppen a kétharmadánál járok, mint ahogy az idő is. Ugye 20 év telt el ilyen-olyan amolyan sikerekkel, de 2010-ben egy gyökeres fordulat következik be az önkormányzati rendszerben, ahol ez a szabadság, autonómia, illetve függőség hibrid modelljéből egyértelműen a függőség, az egzisztenciális kiszolgáltatottság győzött. Tulajdonképpen néhány ábra lesz majd, amelyik mutatja, hogy az, ami Magyarországon történt 2010-et követően az önkormányzatokkal, az valóban hungarikum, tehát az egy nagyon, annak ellenére, hogy nemzetközi tendencia a centralizáció, de ennek a mértéke és időbeli gyorsasága és módszere tekintetében egészen biztos, hogy a magyar centralizáció volt az egyik legdrámaibb. Kérdés az, hogy miért. Hogy ez egyszerűen csak válasz volt a korábbi korrekciók elmaradására, hogy nem tudtuk a térbeli szerkezetet igazán modellezni, nem sikerült a térbeli integrációpontokat kijelölni. Valóban a válság, valóban az adósságcsapda volt-e a magyarázat arra, hogy az önkormányzatok és különösen a megyék az korábban nyújtott közszolgáltatásoknak a túlnyomó többségét elveszítették, tehát egyszerűen nem csak arról van szó, hogy tovább szorultak vagy romlottak a finanszírozási feltételek, hanem arról, hogy államosították a helyi közszolgáltatások jelentős részét. Gondoljunk az iskolára és még sok más területre, és hát a megyei önkormányzatok pedig a teljes intézményrendszerüket veszítették el, a kórházakat, a múzeumokat, öregek otthonait és így tovább, tehát lényegében teljes egészében kiürült a megyei szint. Én már a levelező tagi székfoglalómon arról beszéltem, hogy ez nem egyszerűen válságkezelési, a retorika az volt, de nem egyszerűen válságkezelési módszer volt, hanem nagyon egyértelműen egy hatalmi politikai fordulatnak egy nagyon masszív része, tehát a korábbi neoliberális decentralizációra épülő paradigma helyére, amelyet a jó kormányzás filozófiája és értékrendje hatott át, a jó állam lépett. Tehát én, amikor a székfoglalomban a jó kormányzásról beszéltem, akkor valóban arról a kormányzási modellről, liberális, neoliberális kormányzási modellről beszéltem, amelyik számára a decentralizáció, az autonómia, az önkormányzatiság alapérték. Ezzel fordult szembe expressis verbis is az új kormányzat, amikor a jó államprogramot meghirdette, és amikor az új önkormányzati törvényt elfogadta. Kerestük az okot, kollégáimmal egy otkakutatást folytattunk le, melyiknek már beszédes a címe, és a Magyar Decentralizáció kudarca Magyarországon című könyv. Tulajdonképpen azt a kérdést tette föl, hogy miért hagytuk, hogy így legyen, mert hozzá kell, hogy tegyem, hogy
Számomra a legnagyobb csalódás az volt, hogy úgy zajlott le a centralizáció és az önkormányzatok hatalomvesztése Magyarországon, hogy igazán jelentős ellenállás nem váltott ki. Sem társadalmi ellenállást, sem a pártok különösebb tiltakozását, vagy éppen az önkormányzati szövetségekét, amiből arra kellett, hogy következtessek, hogy azért olyan mélyek nem voltak a gyökerek az önkormányzás irányában, a politikai elköteleződés nem volt olyan egyértelmű a decentralizált hatalomgyakorlás irányában, és hát bizony, talán az egyik legszomorúbb történet az, hogy az mi elemeztük az új önkormányzati törvényt elfogadó parlamenti plenáris üléseknek a vitáját, és hát egyértelműen az érzékelhető, hogy az autonómia, vagy az önállóság, vagy a szubszidiaritás, vagy a polgárok bevonása mint fontos érték szinte nem hangzott el a vitában, hanem az észszerűség, a forrás megtakarítás, a válság kezelése, az adósság és így tovább. Tehát látszott, hogy egészen új mezőbe kerül az önkormányzás Magyarországon. Most már nem a szabadság kis körei, nem a helyi demokrácia és a rendszer legitimációjának egyik fontos terepe, hanem egy szolgáltatásokat nyújtó szervező üzem, ezt ugye az angol száz szakirodalom a helyi államnak hívja, tehát nem is önkormányzatoknak, hanem olyan közhatalommal felruházott szereplőknek, amelyeknek meghatározott feladatai vannak, és ezért hát nem is igazán a politikai, demokratikus értékrend szerint mérik a tevékenységüket. Talán már eddig is kiderült, és akik ismerik a munkásságomat tudják, hogy az én kutatásaim fókuszában a megyék álltak, tehát a középszint állt, a legtöbb kutatást ezen a területen végeztem, annak ellenére, hogy ez nem volt egy népszerű szerep, még a szakma sem igazán fogadta el azt, hogy a középszintű kormányzás az egy nagyon fontos kihívás a magyar kormányzati rendszer kialakításában. Tehát ez a fajta a megyék iránti fanyalgás, ez tulajdonképpen megmaradt, ebből igazán kevés kivétel van, csak szeretném említeni a komitátusz csapatot, amelyik ugye egy folyóirat köré csoportosult szakértőknek, kutatóknak a köre, amelyek a megyékkel foglalkoztak, és a középszintű kormányzatokkal, vagy éppen Zongor Gábor nevét szeretném kiemelni, aki már 1990-ben egy nagyon jó kifejezést talált arra, hogy mi van a megyékkel, lebegnek, tehát nem lehet tudni, hogy kikötnek-e egyáltalán, milyen érdekviszonyrend, érdek vertikális és horizontális viszonyrendszerben fognak stabilizálódni, vagyis egyáltalán stabilizálódnak-e. Ezért aztán 2019-ben, amikor megjelent az utolsó könyvem a középszintű kormányzás helyzetéről, akkor ugye azt kellett megállapítanom, hogy 2010-ben ugye a régiókat, amelyeket a kormány egyébként az első intézkedései között eltörölt, még az önkormányzati törvény módosítása előtt, nem csak arról van szó, hogy a régiók eltűntek a térképen, mert olyan nagyon nem is voltak rajta, tehát ezt azért muszáj bevallani, hanem a megyei önkormányzatok is rajta maradtak ugyan a térképen, de olyan mértékű hatalomvesztést szenvedtek el, ami miatt egyszerűen ma már értelmezhetetlen, hogy a megyei önkormányzatokat végül is miért választjuk, és végül is mire is vannak. Én figyeltem a választási kampányokat, egyszerűen megyei szinten nincs kampány, az emberek számára láthatatlan a megye, éppen ezért a választási döntésüket is egyértelműen pártpreferenciák döntik el, hiszen nincs más, amihez a döntésüket köthetnék. Tehát az én tézisem a megyekutatások vagy a regionális kutatások alapján az, hogy az az ország, amelyikben nincs erős középszint, legyenek akár erősek a helyi önkormányzatok, a települési önkormányzatok, akkor sem tud egy decentralizált kormányzási rendszer létrejönni. Egész egyszerűen azért nem, mert ez nem érdeke. Lássuk be, egyetlen egy központi kormánynak nem érdeke, hogy ellenpólust, igazi ellenpólust építsen, az soha nem a települési önkormányzat, a nagyvárosok, az igazán nagyvárosok legfeljebb, illetve a középszintű kormányzatok, amelyek, ha kényelmetlenül közel vannak, akkor egyfajta kontrollt jelentenek a központi döntéshozás számára. Előadásom vége felé közeledve néhány
adatot szeretnék bemutatni, amelyik arra utal, hogy hát egyrészt a magyar kormányzási rendszer valóban rosszul teljesít nemzetközi összehasonlítások alapján, amiben nem csak a centralizáció játszik szerepet, de meggyőződésem, és kutatások is igazolják, hogy a centralizáció nem tesz jót a kormányzás minőségének általában. Ezt onnan lehet tudni, hogy azok az államok vannak jól kormányozva, amelyek egyben decentralizáltak is. Tehát ebben az összefüggés elég egyértelmű. És hát mutatják ezek az ábrák azt, hogy milyen mértékű volt a centralizáció Magyarországon. Ez az első ábra, ez a World Governance Indexnek a 2017-es táblázata, amely 2007-12 és 2007 időszakában nézi, méri 6 indikátor szerint a kormányzati teljesítményt, a demokrácia, részvétel, politikai stabilitás, kormányzati hatékonyság, a szabályozás minősége, a jogállamiság és a korrupció szempontjai szerint. Magyarország ebben a 3 időintervallumban, ha összehasonlítjuk, akkor jelen folyamatosan romlik a teljesítménye, leginkább a demokráciát mérő, a jogállamiságot mérő és a korrupciót mérő indikátorok szerint. Ez az ábra, ez a 7. kohéziós, az Európai Bizottság 7. kohéziós jelentéséből származik, amelyik azt mutatja meg, hogy 2001-ben és 2016-ban milyen mértékben részesedtek az önkormányzatok a kiadásokból, illetve a közberuházásokból, közforrásokból finanszírozott beruházásokból. Mind a két tekintetben Magyarország rendkívül jelentős visszaesést mutat, miközben egyébként az Európai Uniós átlag ezt a visszaesést és centralizációt nem mutatja. Kétségtelen, hogy itt elég nagy a szórás, az erősen decentralizált, regionalizált, föderalizált országokban a válságok sem vezettek oda, hogy visszaszoruljon a költségvetése pozíciója az önkormányzatoknak, illetve tagállamoknak. Ezt az ábrát azért szeretem, mert ez nem csak a kormányzás minőségét méri kormányzati szinten, hanem magukat a régiókat hasonlítja össze egyes országokban, és arra mutat rá, hogy az egyes régiókat, amik lehetnek megyék is természetesen, lehet jól is, meg rosszul is kormányozni, és egyértelműen ki is mutatható, hogy vannak olyan országok, ahol vannak jól teljesítő régiók, és vannak nagyon rosszul teljesítő régiók. Természetesen ezeken a rangsorokon majdnem mindig a skandináv országok vannak a lista tetején, és mi sajnos majdnem mindig az utolsó harmadban szereplünk, Bulgária és Románia társaságában szereplünk például ennek az indexnek a vonatkozásában is, ahol az a beszédes, hogy a legjobbnak minősült régió és a legrosszabbul kormányzott régió is messze alatta van az Európai Uniós átlagnak, tehát egyik régiónak sem sikerült hozni a standardot. Ezt csak azért szeretném jelezni, mert ugye vannak olyan törekvések mostanság, hogy az unióval való közvetlen forráselosztási kapcsolat az egy jó modell lenne kikerülni a kormányzatot. Igen ám, de ehhez valóban kell tudás, valóban kell regionális kapacitás, amelyik egyelőre Magyarországon sok tekintetben még a nagyvárosokban is hiányzik. Ez az index, az úgynevezett helyi autonómia index 90-ben és 2014-ben mutatja az egyes államokat, hogy milyen folyamatok zajlottak le, egyértelműen Magyarország drasztikusan veszített a egyébként 90-ben még nagyon előkelő pozíciójából, amikor még a legdecentralizáltabb országok első harmadában szerepelt, most pedig a leginkább centralizált országok utolsói között van, ami hát egy objektív mérce, akárhogy is nézzük, tehát nem csak szubjektíve, hanem evidenciák alapján mért folyamat. A konklúziókhoz szeretnék jutni. Egyrészt azt gondolom, egy kutató közösség, több kutató közösség tagjaként dolgozva,
ezen a témán, hogy a tudomány az folyamatosan jelezte a strukturális problémákat. Tehát mindig jelezte azt, hogy elég volt a pusztán politikai értékek vezette modellezésből, muszáj egészen szakracionális érvek alapján értelmes, okos struktúrát és kompromisszumot találni a szabadság és az észszerűség között. A másik, amit jeleztünk, hogy az a közpolitikai transfer vagy tanulási folyamat, ami lezajlott Magyarországon, ez az első évtizedekben még felmutatott eredményeket, de lényegében a csatlakozás követően már csak nagyon immelámmal imitáltuk, és 2010 után pedig, ha úgy tetszik, nyíltan szembefordulunk azzal a fajta mintával, közpolitikai mintákkal is, tehát nem csak a jogállamiságról van szó, és politikai alapértékekről, hanem közpolitikai gyakorlatokról is, amelyeket mi a rendszerváltás után meg akartunk tanulni, az önkormányzatokon keresztül meg akartunk valósítani, és ma már még csak azt sem mondhatjuk, hogy legalább az a háttér meg lenne, az a külső nyomás vagy minta, amelyik a hazai államépítést és kormányzást valamilyen módon a mainstream irányába tolná. Én úgy gondolom, hogy persze a tudomány sok mindent nem végzett el, például a tényleges feltételeket, az önkormányzás tényleges feltételeithez szükséges információkat azért nem szállítottuk teljes mértékben a törvényhozás számára. Másrészt pedig az intézményrendszernek a hatékonyságú szempontú elemzése is, a közszolgáltatások elemzése is csak nagyon kis kapacitásokkal zajlott, ami annak is köszönhető, hogy valahogy mondjuk a magyar politikatudomány sokkal inkább a pártok, a hatalom gyakorlása, a kampány és a választások körül mocorog, ha úgy tetszik, a makró dimenzióban, és ennél árnyaltabban, akár közpolitikai ágazatonként, akár helyi szinten sokkal kevesebb eredményt tud felmutatni, vagy érdeklődést mutat. Ennek ellenére ennek a közpolitikai kudarcnak az okai összetettebbek, és nem gondolom, hogy a tudomány követte le a legnagyobb hibát. Ugyanis nem csak a modellel és a szerkezettel volt a baj, hanem én azt gondolom, hogy sem az elit, sem a magyar társadalom nem volt igazán garancia a tényleges decentralizációhoz. A hazai kormányzási és érdekképviselet, illetve érdekvédelmi rendszer meglehetősen abstinens a lokális szinttel szemben, tehát igazán nincsenek meg intézményesen sem a helyi érdekeket megtestesítő garanciák, és hát tudjuk, hogy a tudomány és a közpolitika viszonya sem volt felhőtlen, tehát a tudomány lehet, hogy többet tudott, de a közpolitika egyre kevesebbet akart tanulni vagy átvenni a tudományos eredményekből. Ami a kihívásokat illeti, a jövőre nézve, azt kell mondjam, hogy a centralizáció az nem hungarikum, és szerencsére nem is örök. Én úgy gondolom, hogy arra számíthatunk, hogy visszafordulunk majd egy egészségesebb irányba centralizáció, decentralizáció szempontjából. Erre jó példa ugye a 2019-es önkormányzati választásoknak a története. Ugye eredendően az a véleménye a politikatudománynak, hogy az önkormányzati választás hasonlóan az európai parlamenti választásokhoz, úgynevezett másodrendű választás, ahol kevesebben vesznek részt, nincs olyan politikai tétje. Most Magyarországon nem ez a helyzet. Az, hogy a fővárosban, illetve közel tuszatnyi nagyvárosban ellenzéki vezetés van, ez azért jól mutatja, és az azóta a kormány és az önkormányzatok között a formálódó rendszer, hogy a politikai mezőben az önkormányzatok megizmosodnak, van egyfajta makropolitikai szerepük is. Nagyon érdekes egyébként, és majd mutatok egy ábrát csak nagyon röviden, hogy az önkormányzatok iránti bizalom Magyarországon még mindig erősebb, mint a nemzeti kormányok iránti bizalom, ami viszont azért csak arra utal, hogy egy decentralizáltabb rendszer jobban legitimálná, jobban integrálná a magyar társadalmat, amennyiben hát a bizalom az önkormányzatok és a kormányzat között valamelyest javulna.
Mindenképpen sokat kell még azon gondolkodni, hogy milyen a hatékony szerkezete a helyi önkormányzásnak, illetve, ami nagyon fontos, hogy meg kell tanulni a központi és helyi kormányzatok közötti együttműködés logikáját. Évtizedeken keresztül mi közjogászok, politológusok is a függetlenséget, az autonómiát, az elválasztást hangsúlyoztuk. Be kell látni, hogy a két szektor közötti együttműködésnek rendkívül nagy szerepe van. Persze ennek az együttműködésnek korrektnek kell lennie, szabályozottnak kell lennie, partnerek közötti együttműködésről kellene, hogy szó legyen. De hogy ezt hogy kell csinálni, azért erre a technikák intézmények sok tekintetben még nem ismertek. És hát valóban az önkormányzásra képessé kell tenni a szereplőket, és a képessé tétel az nem csak egyszerűen pénz kérdése, hanem tudás, kapacitások, kulturális változások, sok minden kérdése. Ez az ábra azt mutatja, hogy a bizalom hogyan növekszik érdekes módon évről évre, vagy időszakról időszakra Magyarországon is, nem csak a kormányzat, hanem az önkormányzatok irányában, tehát mindkét szférában erős bizalom növekedés van, ami óriási felelősség, azt gondolom, makro és mikroszinten is, hogy az embereknek ezt a bizalmát lehet-e használni arra, hogy egy észszerűbb kormányzási rendszer alakuljon ki, amikben milyen szélsőséges polarizáció van. A COVID-19 ez egy érdekes kihívás, újra igazolás is lehet a centralizációra. Mi intézetben tükben csináltunk április-május táján egy kutatást, önkormányzatok mit csinálnak, hogyan működnek együtt a kormányzattal, milyen módon próbáltak a járványkezelésben részt venni. Az egész biztos, hogy az egész világon átrendeződött a többszintű kormányzás rendszere, amit ugye Bukert nagyon szellemesen koronacionalizmusnak nevezett el, tehát magyarán a nemzeti szint az, amelyik megerősödött a globális vagy nemzetközi és a helyi szintekkel szemben is, de ez egy olyan inga, amelyik visszarendeződhet, és hát nagyon egyértelműen azt mutatják a kutatások, hogy azért a legtöbb országban az önkormányzatoknak nagyon jelentős szerepe volt a válságkezelésben, feltéve, ha megkapják hozzá a szükséges információkat, ha egyértelmű a hatásköri viszonyrendszer a kormányzási szintek között. És én most csak a végére érve az előadásomnak két új, nem annyira új, de talán a helyi önkormányzati kutatásokban kevésbé frekventált témára szeretnék utalni, ami már az új kutató generációk számára üzenet, hogy a reziliencia, tehát a sérülékenység, az alkalmazkodó képesség vizsgálata, ez egy rendkívül fontos témakör, amit az önkormányzatok területén is értelmeznünk kell, illetve be kell lássuk, hogy az önkormányzatok nem kizárólagos szereplők, még helyben sem, tehát hogy egy hibrid működési modellben, amelyben állami, nem állami, központi és helyi szereplők együtt kell, hogy működjenek, ez gyakorlatilag hogyan működik. Bocsánat, ez az utolsó diám, elnök úr, és akkor tényleg befejezem. Tudománypolitikai kihívások is megfogalmazhatóak. Tudjuk azt, hogy nem csak az önkormányzatok estek áldozatul az úgynevezett illiberális, centralizáló kormányzati rendszernek, a regionális kutatások központja is, a többi társadalomtudományi és természettudományi intézettel szemben, amelyik az akadémiához tartozott, ugye elveszítette azt a fajta autonómiát, amit az akadémia keretei között élvezett. Tény, hogy manapság a mi profilunk, ez a regionalizmus, lokalizmus, kooperáció, szolidaritás lényegesen kevésbé izgalmas és vonzó húzó szavak, hívó szavak, ezért nagyon nehéz megkapaszkodni ebben a környezetben. Ennek ellenére azt remélem, hogy túléli a regionális tudomány és a többi társadalomtudományi műhely is ezt a centralizációs fordulatot, mert azt gondolom, hogy szükség van ránk. Ezek után már csak köszönöm a figyelmet azoknak, akik megnézték az előadást, és hát köszönöm a családomnak a toleranciát, kollégáimnak az együttműködést, a sorsnak pedig a lehetőséget, hogy dolgozhattam. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm ezt a érdekes, szép uvaló előadást, és a születési osztály elnökének a tisztségében a dolgom, vagy az a lehetőségem,
hogy átnyissam a vendes tagsági köszönöm szépen.